Mi elfoglalunk helyet a térben. Legyen ez akár a valós tér, akár egy digitális tér. És ott performálunk, végrehajtunk különböző emberi cselekvéseket. Formát adunk ezekben a médiumokban, formát adunk valaminek, és így jön létre egy jelentés, aminek mindig társadalmi értelme kell, hogy legyen. Az újságírónak etikai döntést kell hoznia, ami nehéz mert egzisztenciális kérdések is rögtön keresztezik, ízlésbeli kérdés is ez egyszer mind. Mi az, amikor már úgy érzem, hogy nem végezhetem a munkámat azon a szakmai színvonalon, azon az emberi színvonalon, azon a, azon a, azzal a szabadságfokkal, amivel én azt elképzelem. Köszöntöm nézőinket és hallgatóinkat! A Debrecené Podcast negyedik évadának legújabb adásában a vendégünk Olá Szabolcs, a Debreceni Egyetem Kommunikáció és Média Tudományi Tanszék, tanszékvezető egyetemi docense, irodalomtörténész, médiakutató, kommunikációs szaktanácsadó, hogy csak néhány Ilyen titulust említsek. Köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Köszönöm szépen, én is. Örülök, hogy itt lehetek. Az első kérdésünk a szokás, szerint most is, az, mint minden más adásunkban is. Mi foglalkoztat mostanában? Hát, tulajdonképpen, hogyha a kedvenc témámat mondanám, akkor az öregedés, a, a, az elmúlás, az a, az, az állandóan érzékelhető, évről évre érzékelhető különbség, hogy én mindig egy évvel idősebb leszek, akiket pedig az egyetemen tanítok, ők pedig mindig ugyanúgy 18-19 évesek, amikor bejönnek, és ez, ez egyszerre nagyon izgalmas, mert, mert így, így látom, hogy évről évre, évre, évre meg kell újulni, és valamilyen módon így, így, így ezekhez a fiatal lelkes emberekhez odafordulni és, 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 érdekes lenni a számokra, ugyanakkor benne van az a szomorúság is, hogy, 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 hogy hát az ember korosodik, és egyre, egyre, nehezebbek azok a rutinok, amit általában csinál. És milyen érdekes, hogy ez a tapasztalás, ez mindig ugye össze van, ami az, az elmúlásnak a, 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 toposza is gyakorlatilag a, a kultúránkban. Jellemző, hogy minden szak megpróbál valamiben nagyon erős lenni, valamire fókuszálni. Mi az, amin a, a Debreceni kommunikációs médiatudomány szaknak a, a fókusza van? Uh -huh. Válaszuketi ketté a tudományost és az atmoszférikust. Mondom először az atmoszférikust. Tehát nekünk nekünk nagyon fontos az, hogy egy hallgatunk úgy jellemezett bennünket, hogy ő volt már más egy egyetemen is, és az ott szerzett élményekhez képest itt azt érzéket, hogy ő nem csak a Neptun rendszerben egy kód, ő nem csak egy név, hanem, hanem valódi törődésben részesült. Ezt mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy folyamatosan rendelkezésre állunk. Rendelkezésre az ügyintézésben, re a szakmai személyiség fejlesztésében. Bárki, bárki bármikor bejöhet a fogadóóránkba, vagy levelet írhat nekünk, vagy épp, épp, épp egy Messenger üzenetet írhat nekünk, és, és, és segítünk. Ez a, ez a kis tanszék varázsa, mert Igen, ahogy, ez néztem, nem, nem, nem egy nagy tanszék, alapvetően néhány oktató. Heten vagyunk most oktatók, van néhány külsős oktató, de a tanszéken heten vagyunk, meg egy ügyintéző kevesen vagyunk, két kis szobában vagyunk, és a hallgatók egy évfolyamon 30 vannak körülbelül, tehát 120-140 hallgató, ha a két mesterszakot is ide számítjuk, és ez, 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 nem olyan sok. Itt mindenkire sor kerülhet. Aki akar, az, az hogy mondjam, megtalálhatja a kapcsolódást. És van egy óriási segítségünk, mert nem az ügyintéző és az oktatók egyedül, hanem a felsőbb évesek is rendelkezésre állnak. Nagyon fontos ez a kapocs. Megvannak egyébként a, a, az év során azok a rituális alkalmak, ö, amikor amikor ö, szertartásosan átélhetjük ezt a közösségfejlődést, vagy közösségképződést. Akár szakestek, akár szakhét, de lehet azt is mondani, hogy hogy szakmai programok, vagy az órákra bevitt projektek, ahol együtt dolgozunk gyakran több évfolyam is. Ez nem csak Duma. Tehát ez nem, ez olyan, ezt olyan könnyen lehet mondani. De ez van. Ez nagyon sok időnkbe került, hogy, hogy a 2010-es években Elkezdtük megérezni ennek az erejét, kidolgoztuk ezeket a közösségi, szakmai szertartási formákat, és, 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 és megéljük ezt a közösséget, és most így a 2020-as évekre ez már magától értetődő, így érezzük jól magunkat mi is. Vannak tipikus meg nem értett vagy félreértett szakok a magyar felsőoktatásban, ilyen szerintem egyértelműen a kommunikációs média tudomány, hajlamosak nagyon sok a büfészaknak nevezni, csak legyintenek, amikor azt mondják, hogy valaki ezen a, ezen a szakon tanul, és nem értik, hogy, hogy mit lehet majd kezdeni egy ilyen diplomával. Milyen karrier ad ez a képzés, a debreceni képzés, amit itt csináltok? Uh -huh. És akkor az atmoszférikus szó mellé itt hoznám be a, a, az előbbi kérdésre a válasz második felét, és egyben a kimenetre, tehát a, a karrier is válaszolni fogok. Tehát, tehát az a specialitásunk, hogy egyszerre adunk kézzelfogható, földközeli föld tényleg szakmai tudást, amit akár egy szerkesztőségben, akár egy vállalatnál a hallgatóink hasznosíthatnak, már a terepgyakorlatukon, a gyakorlati, gyakornoki feladatvégzési közben is, később is, de akinek igénye van, azt szellemi kalandokra is meghívjuk, és ekkor még a világlátásukat is bővítjük. És ezt úgy tesszük, hogy hogy nagyon sok műfajban vagyunk benne. Nagyon lényeges az, hogy, hogy, hogy a kevesen vagyunk, de az oktatók nagyon másfélék, és nagyon eltérő műveltségportfólióval rendelkeznek. És ebből adódóan műfajoknak a a sokaságát tudjuk bevinni az órára. Tehát a, a olyan témák, mint a krimi, a, a játéktervezés, az asztali szerepjáték, a néptánc, a filmipar, a Na a, sorozatok a néptánc stb. az, az a mitől a média? Ez egy nagyon fontos kérdés. Az, ahogy a test performál, zenére egy ismétlődő mozgásformát és a lélek közben megemelkedik, és még közösség is képződik az együttáncolók között. Na ez tipikusan leírható képzőművészeti szempontból is, zenei szempontból is, táncművészeti szempontból is, de valójában én a mediális sokféleségét mondtam el. Test, zene, a lábak dobogó ritmusa, anyagiság, öltözet, mozgáskultúra, és az egésznek van természetesen egy szimbolikája, jelentése, történetisége, szociográfiája, szociológiája. Benne van a valóságunkban ez a, ez a kulturálisan kódolt mozgásforma, amit most itt kivitelez valaki. Most, hogy erről így tudjak beszélni, ahhoz nekem, nekem speciális nyelvre van szükségem, speciális figyelemirányításra van szükségem. Akár a társadalomtudományi karokon, akár a bölcsésztudományi karokon, akár a gazdaságtudományi karokon van kommunikációs és média tudományi képzés. Ez a speciális Nézőpont, hozzátartozó nyelv különbözteti meg más szakoktól, más képzésektől. Ezt elmondhatnám tudományoskodva is, de de, de számomra ez a legfontosabb: az, hogy, hogy, hogy kell lenni olyan figyelemnek, ami arra irányul, hogy mi, a, mi elfoglalunk helyet a térben. Mi legyen ez akár a valós tér, akár egy digitális tér. És ott performálunk, végrehajtunk különböző emberi cselekvéseket. Formát adunk ezekben a médiumokban, formát adunk valaminek, és így jön létre egy jelentés, aminek mindig társadalmi értelme kell, hogy legyen. Szerintem a média tudomány, kommunikációs média tudomány speciálisan ezzel az összefüggésrendszerrel foglalkozik. És akkor a kimenet? A kimenet. Ennek megfelelően a kimenet is úgy van, hogy, hogy a hallgatóink 95%-ban elhelyezkednek a szakmán belül. Van olyan hallgató, aki. aki a szervezetek világában uh, helyezkedik el kommunikátorként, szóvivőként, uh, és, és igen komoly uh, vállalatoknál, cégeknél, uh, vagy non-profit szervezeteknél. Van olyan hallgatónk, aki megtalálja, megtalálta az utat a, a filmművészet uh, felé, van olyan, aki szerkesztőségekben helyezkedik el, uh, és, uh, és uh, vannak olyanok is, akik olyan munkába csöppennek bele, aminek még nincsen hagyományos neve. Tehát mondjuk együtt dolgozik egy, egy, egy informatikussal, egy tervezőmérnökkel, egy művészeti szakemberrel, és ő mondjuk ennek az ennek a nagyon sokféle tudást összefogó csoportnak a ragasztó anyaga. Nem mondanám, hogy ő a kommunikációs ezen a területen, hanem valamiféleképpen egy olyan empátiát képvisel, ami a különböző képességeket integrálni tudja egy csoportba. Tehát tulajdonképpen a tímnek ő az egyben tartója. Ennek nincs neve, de a nagy vállalatok például egyre inkább ezért foglalkoztatják a hallgatóinkat. Így is megfogalmazhatnám a kommunikáció képzés lényegét, hogy, hogy az előbb a médiáról beszéltem, most egy kicsit a kommunikációról, hogy kommunikációs, meggyőző és együttműködési képességeket tanítunk, és hogyha most megnézzük azt, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen mi az, amit egy robotika nem tud helyettesíteni, Valószínű, az tulajdonképpen nem más, mint a, 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 az emberekkel való foglalkozás, emberek irányítása. Tehát ha, ha belegondolunk abba, hogy ma mit keresnek leginkább a legtöbb munkahelyen, de az iparban mindenképpen, akkor azt lehet tudni, hogy kíváncsi legyen az ember, akit fel akarok venni, új technológiák iránt érdeklődjön, ez, ez nagyon lényeges, szolgálatkész legyen, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem multikatona, nem így értjük a szolgálatkészséget, hanem úgy, hogy, hogy, hogy képes legyen belehelyezkedni egy másik nézőpontba, és onnan végig gondolni azt, hogy, 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 mi a hatékony, mi a megfelelő, az odavaló. Még csak nem is a célszerű, az odavaló. Tehát egyfajta empátia, inkább mások megértése, és nagyon lényeg, negyedik, az interkulturális képességek. Tehát az, hogy, hogy kultúrák találkoznak, és a kultúrák közötti átjárásra képes legyen. És valahogy ezeket is, ezeket is, tehát itt tulajdonképpen önkifejezésről van szó, megértési készségről van szó, mások irányításának, és az önfegyelemnek a készségéről, képességéről. Na ezek azok a kommunikációs képességek, amelyeket szintén, szintén megtanulnak a médiaszakon, és, és, és kommunikációs médészek, mert benne van ez, a, ez, a, ez a, a légkörben is. Azt említetted, hogy kifejezetten olyan ismereteket sajátíthatnak el a, a kommunikáció képzés során, amik. Tehát olyan szakemberekké tudnak válni, hogy a, a, olyan munkát képesek lesznek elvégezni, amit gépek nem képesek. A, a mesterséges intelligencia egyve intelligensebb és egyre elérhetőbb válásával Számos olyan elmélet van, ami szerint pont ez az a terület, a kommunikáció és a média, ahol hát nagyon sok munkahelyet ki fog váltani majd, a sőt, hát nagyon sok, nagyon sok komolyabb újságnál is már most azért vált ki munkahelyeket a, a mesterséges intelligencia. Reagáltok a, a képzésetek során valahogy erre, erre az új fejleményre? Ö a mesterséges intelligenciát én számos órán ö, szóba hozom, hogy beszélgessünk róla. Olyan feladatokat is adok, hogy használjuk. Ö, ö, tartalmakat is állítsunk elő szöveges és képi tartalmakat is állítsunk elő mesterséges intelligenciával. Nézzük meg, hogy melyek a gépnek a határai. Nézzük meg, hogy hogyan okosodik hónapról hónapra. Értsük ezt a világot, ne mitizáljuk, ne, ö, ne, ne féljünk túl ö, indokolatlanul tőle, de ne is kicsinyeljük le. Tehát, ö, tehát ez egy olyan új ö, embergép környezet, amiben élünk, Amivel foglalkoznunk kell. Ki más foglalkozna ezzel, hogy, ha nem a kommunikációs és média szakos hallgató, illetve az oktató? És, és ezt közösen kell tanulni. Ezzel közösen kell foglalkozni. Azt szokás mondani, hogy majd megvéd bennünket a mesterséges intelligenciával, meg a szintetikus médiával szemben, a fake news zal szemben, ezek ez mind különböző dolog, de azért úgy nagyjából mégis arról van szó, hogy darabokra tudok valamit szeletelni, és aztán, aztán összerakok belőle valami olyasmit, ami addig nem volt. Nos, majd megvéd bennünket a media literacy. Majd megvéd bennünket ettől a média tudatosság. Nem tudom, hogy megvéde, de hogy a legalább tegyünk kísérletet arra, hogy tudatosan viszonyulunk ehhez a veszélyhez. Vagy tudatosan megnézzük a határait ennek, a, ennek az intelligenciának. Nagyon sok szak a, a bölcsészettudományi karon kaptam ilyen visszajelzéseket ismerősöktől, hogy, hogy kínlódnak azzal, hogy a, a hallgatók a mesterséges intelligenciával írnak meg eszéket, gyakorlatilag nem tudnak tartalmakat számon kérni, szöveges feladatokat nem tudnak számon kérni. Tőlük jól értelmezem, akkor a, a, az előző válaszod alapján, hogy, hogy ti inkább pont arra ösztönzitek őket, hogy, hogy használják a, a mesterséges intelligenciát a különböző feladatok során. És naplózzák azt a beszélgetést, amit végeznek. A, mesters, a mesterséges intelligencia jelenlegi állapotában Ö, még nem okosabb, mint az az ember, aki foglalkozik vele. Mondok majd ellenpéldát is, de jelenlegi állapotában jól kell kérdeznem, ez a promptolás, utasításokat kell nekem adni, neki adnom. Ha én hasznomra akarom fordítani őt. Tehát tanuljunk meg jól promptolni, tanuljunk meg jól utasításokat adni. Azt a beszélgetést, amit a géppel folytattam, kritikailag vizsgáljan felül. Tehát erre próbáljuk őket tanítani, és olyan feladatokat adóként például, amiben ezt, a, ezt a, az ember és a gép közötti beszélgetést és az arra irányuló emberi reflexiót kell bemutatni. Tehát nem, nem azt a feladatod, hogy állíts elő egy eszét, mert az, mert az tényleg ö, butaság volna, hiszen megcsinálna a gép, és lehet, hogy jól, lehet, hogy kevésbé jól csinálná meg. De akkor nyilván a, a diák a hallgató nem dolgozna. De ettől csak az fél, aki nem tudja, hogy lehet másra is használni ezt az intelligenciát, hogy lehet vele vitázni, lehet kijavítani, lehet irányítani. Tehát ez egy, olyan, ez egy olyan összefüggés, ahol én azt mondom, amivel kapcsolatban azt mondom, hogy. Hogy hogy nem kell vészharangokat kongatni. De van egy olyan ö, ö, irány, ami esetében már én is egy kicsit elszontyolottam. A Perplexity című vagy nevű mesterséges intelligencia sajnos már azt tudja, hogy én jól utasítom, akkor ő elképesztő mennyiségű szakirodalmat átnéz, azokból generál egy szöveget, és le is hivatkozza a forrásokat. Hm. És ez az a pont, amivel már nem tudok mit kezdeni. Mert ezen a ponton azt szimulálja, amiről az egyetem szólna. Azt, hogy rágjuk át magunkat a szakirodalmakon, olvassuk el a könyveket, olvassuk el a, a cikkeket, reflektáljunk a cikkekre, emészszük meg ezt az anyagot, tehát hivatkozzuk le, és akkor válunk egy terület ismerőjévé. Na most ezt a perplexity úgy csinálja meg, hogy... Egy parancs és kész a szakirodalmazat. Egy parancs és kész. Tehát ez már az a... Az az, 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 a, az a fejlettségi fok, ami megrémít, mert itt értelmetlenné válik az, amit mi nap mint nap csinálunk, hogy hosszú, lassú munkával emészük meg a tudást, és tegyük sajátunká. Ő gyors munkával elvégzi helyettünk. Ez leginkább a azoknak a hallgatóknak, fiatal kutatóknak lesz nagy kihívás, akik rendkívül gyorsan akarnak karriert. Ez egy etikai kérdés. Ez egy etikai kérdés. Nem egy légőres térben uh, tanulják ezek a hallgatók a, a, a médiát, a média ismereteket. Tudva levő, hogy, hogy Magyarországon a, az elmúlt években, elmúlt évtizedben jelentősen átalakult a, a médiakörnyezet, egyrészt különböző propagandák nyertek nagy teret. Hát elsősorban az állami propagandát említeném, de lehet beszélni orosz propagandáról is. Bizonyos ellenzéki szervezeteknek is vannak egyébként propaganda oldalai. Ezen kívül teret nyert a clickbait-nek a jelensége, még magukat komolyan vevő, vagy legalábbis komolyan venni lát, hú, ebbe belebonyolultam ebbe a mondatba, de olyan lapok, amik azt akarják magukról mutatni, hogy komoly lapok, még azok is alkalmaznak ilyen eszközöket, hogy nagyon blikfangos címeket állítanak elő, kifejezetten azért, hogy így versenyezzenek a a, a figyelemért. És ekközben azt is láthatjuk, az is egy tendencia, hogy folyamatosan szűkül a független sajtótermékeknek az aránya a, a magyar médiapiacon. Reagál-e ezekre a jelenségekre valamilyen formában a, a debreceni médiaképzés, és hogyha igen, akkor hogyan próbálja felkészíteni a, a hallgatókat erre a környezetre? Van médiagazdaság tanóránk, amin a médiapiac. Tulajdonlási viszonyait elemezzük, és arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a média vállalkozások for-profit vállalkozásként működnek, tulajdonosi körük van, a tulajdonosi kör és a politika. Soha nem független egymástól, vagy nehezen függetleníthető egymástól, ö, és ö, és ebben, az, ebben a vonatkozásban is sokat kell tájékozódni, noha nehéz, sokat kell, sok kis apró morzsát össze kell szedni, hogy, ez, hogy értsék a hallgatóink, hogy, hogy mely ö, médiavállalatok mely portálok, lapok, szerkesztőségek milyen elfogultságok mentén működnek, vagy milyen kényszerek mentén működnek. Tehát mindennapos, kér, mind, mindennapos probléma az, hogy, hogy, hogy van-e még függetlenség. Mit jelent a függetlenség? Te értesz függetlenség alatt? Én azt értem a függetlenség alatt, hogy, hogy, hogy ezeket a média piaci adottságokat tudomásul véve az újságírónak etikai döntést kell hoznia, ami nehéz, mert egzisztenciális kérdések is rögtön keresztezik, ízlésbeli kérdés is ez egyszer mind. Mi az, amikor már úgy érzem, hogy nem végezhetem a munkámat azon a szakmai színvonalon, azon az emberi színvonalon, azon a, azon a, azzal a szabadságfokkal, amivel uh, én azt elképzelem. Uh, tehát, uh, tehát, tehát ninc, ninc, ez, ez, a szabadság, ez nem egy ilyen, nem egy ilyen uh, légüres térben lévő, ilyen bármitől független uh, általánosítható kategória, hanem, hanem bármennyire is épp ellenkezik a szabadság szóról azt, ö, ö, gondoltakkal, azzal a fogalommal, amit a szabadsághoz társítanánk, ezt a szabadságot ezt valamilyen módon kényszerek között kell megélni, vagy lehet csak megélni. Az egész világon így látom. Ö, mert lehetséges, hogy éppenséggel nincsen egy egy szerkesztőségben vagy egy médiavállalatnál ö, politikai nyomás, de akkor megvan például ö, gazdasági nyomás, kényszer, hogy például nem hirdet az állam, hogy például nincsen olyan reklámbevétel, ami fenntartaná azt a lapot. És szerintem akkor, szerintem és, politikai nyomás is ö, mindenképpen van időről időre, ö, hogyha elegen olvasnak egy sajtóterméket, akkor valamilyen politikai nyomás biztos, hogy ö, fogja érni. Az a kérdés, hogy ö, az adott politikai szereplőnek van-e beleszólása ö, abba, hogy ö, mi történik annál az orgánumnál. Igen. Egyébként erről szoktunk a legkevesebbet hallani, el, vagy ezt a legnehezebb ö, kikutatni, bizonyítani, Ugye én azokat a, azokat a hogy tényfeltáró anyagokat, amelyek megpróbálkoznak ezzel, hogy tehát még egyszer a médiavállalat működésébe és a független szerkesztőség működésébe valamilyen módon felülről a politika vagy a gazdaság irányából érkező nyomást kimutassák, Nos, ezeket ezeket olvassuk, ezeket olvassuk beszélgetünk róla az órán. Enélkül nincs, enélkül nincsen ö, kommunikációs média szak. Tehát ne, szerintem ez nem csak a az újságíró képzés kérdése. Ezt ezt mindenkinek látnia kell. Minden értelmiséginek az a feladat, hogy lássa, hogy milyen ö, nyomások kényszerek között lehet megélni. Például azt a azt az igényünket, vagy lehet valóra váltani azt a, azt, a, azt a lehetőséget, hogy tájékozódni akarok, információhoz akarok jutni, úgy akarok dönteni, hogy a döntéshez megfelelő információ és adatmennyiséget tudtam, megfelelő helyekről ellenőrzött információkat tudta, tudtam összegyűjteni. Ebből adódóan nyilván a propaganda, a clickbait a fake news kérdéseit is, Kommunikáció elmélet órán, propaganda órán, média és politika órán, marketing órán. Folyamatosan tárgyaljuk, de például tartottunk az egyik oktatótársammal olyan órát is, aminek az volt a neve, hogy közérdek. Hogy mit is jelent ebben a világban az érdek, már hogy a média, a média a média ö, vállalkozások világában, a, a, mondjuk így, hogy a, a, a lapok, hírportálok világában, mit jelent az érdek? Mit jelent a, a az érdekképviselet, Mit jelent a, a közérdek? Mit jelent egyáltalán az, hogy demokratizálása ö, a folyamatoknak, vagy éppen? a demokratizálódás beszűkülése. Ezek, 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 alapvető témák, amelyekkel nem lehet nem foglalkozni. Foglalkozunk is. Fordítsuk ezt le egy kicsit az, az olvasók szintjére, a, a közügyekben tájékozódni vágyók szintjére. Mert ugyan, amiről az előbb beszéltél, azok nagyon fontos dolgok, de ez az, amit mondjuk a hallgatóknak meg lehet tanítani, akik kommunikációképzésre jelentkeznek. De a, a szimpla érdeklődő, aki csak tájékozott szeretne lenni, az, az, nem fog tudni feltétlenül ilyen érzékenységgel mm. viszonyulni ez a témához, nem szüksége lenne valamiféle objektív, nagyon egyszerűen megérthető kapaszkodóra. Mi az, amit figyelni kell, hogyha hiteles forrásból szeretne tájékozódni, nem akar fake news olvasni, nem akar propagandát olvasni, de nincsen ideje annyira beleásni magát, hogy mi az, amit figyelnie kell, mi az, ami alapján tud tájékozódni a médiatérben. Hát ez a világ legnehezebb kérdése szerintem jelenleg, tehát most itt nem fogok tudni rá ilyen, ilyen hiper-szuper választ adni, de tehát, hogy, hogy nem nagyon tudok okosat mondani, ha nincs ideje tájékozódni. Tehát, tehát ha nincs ideje tájékozódni, ha nem tud elolvasni két-három cikket különböző portálokról, ne talán még idegen nyelven is, ugyanabban a témában, akkor, akkor nem fogja látni, hogy, hogy hogy termelődik az igazság, vagy a hazugság. De még nem is kell elmenni a fake newsig, mert egyszerűen azt veszem észre, hogy, hogy nagyon, tehát ugye figyelemverseny van, hírdömping van, ontani kell a, 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 a hírtartalmat, aki nem tájékozódik, az nem is fogja például azt se észrevenni, hogy rendkívül sok anyag fordítás. Fordítás. Nagy mértékadó amerikai vagy európai portálokról, újságokból. Nem fogja észrevenni, hogy itt az újságíró valójában nem ment utána a dolgoknak, hanem valaki más szellemi szellemi teljesítményét magyarította. Esetleg hivatkozik rá, oké, okay, de, hogy, de hogy, hogy már ez se lehet. Ez, 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 ez teljesen rendben van tehát nekem, ezzel semmi bajom, hogy hanem csak azt mondom, nem csak ott, nem csak, ak, akinek nincs ideje tájékozódni, az nem csak annak áldozatává válhat, hogy mondjuk fake news-t olvas, hanem, hanem, hanem egyszerűen nem érti, hogy hogy működik a hírgyártás, nem érti, nem érti hogy hogy működik a tartalom. A, a, kedvenc, a kedvenc példám a magyar külpolitikai újságévest szoktam említeni az ilyen beszélgetésekben, nem, nem ritkán fordul elő, hogy egy egy szomszédos országban történik egy fontos politikai vagy gazdasági esemény, és arról nem a, a, a szerbiai tudósító, de még csak nem is a szerb sajtó alapján, vagy nem a, a szlovák sajtó alapján számolnak be, hanem a BBC, vagy még nagyon sokszor fordul elő, hogy akár a CNN alapján, és eleve egy angol száz szűrőn keresztül megy az az információ, amit a magyar közegnek közvetítenek. Igen. Ez kapacitás kérdés szerintem. Tehát egyszerűen, ha pár percenként új anyaggal kell előállni, akkor, akkor sok újságíró kell, hogyha pedig nincsen pénz az szerkesztőségben eltartani sok újságírót, mert teszem azt, a reklámbevételekből ezt nem lehet fedezni, vagy nincs annyi mondjuk állami hirdető, és még más forrásokat nem talált ki az a, az a, az a, az a, a szerkesztőség vagy médiavállalat, akkor egyszerűen ez lesz. Tehát gyors tájékozódás, gyors, gyors hogy mondjam, átvétel, gyakran ellenőrizetlenül. Most visszatérve a, 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 a valódi rossz indulatú, tényleg átverést célzó anyagokhoz, ahol tényleg egy, egy ideológia alapján akarnak súlykolni egy, egy, megszűrt információt. Ugye ez, ez lenne a propaganda az én felfogásomban, hogy, hogy, hogy a tájékozódás összetettsége, sokszínűsége helyett egy, egy szűrőn keresztül megszűrt információt cserélnek fel a valósággal, és ezt, mint valóságot kínálják fel. Ugye, tehát, hogyha valaki egy ilyen propagandisztikus célnal ír egy cikket, akkor ott... Akkor ott milyen lehetősége van annak az embernek, akinek nincs ideje tájékozódni. Eleve miért olvas újságot? Azért, mert viszont akarja látni a saját meggyőződéseit. A legtöbb ember nem azért olvas újságot, mert információra vágyik, meg hogy bővíteni akarja a világlátás, hogy meg akar lepődni. A legkevesebben vannak azok, akik azért olvasnak újságot, mert mert ö, új információk révén én tulajdonképpen hát, ö, felül akarom múlni magamat, vagy meg akarok lepődni, vagy rosszul akarom érezni magamat, ö, mert, mert mert újra kell gondolni a világot. Pedig Nem. a vége nagyon sokaknál az, hogy Nem. rosszul érezzük magunkat. Hanem, hanem meg akarom erősíteni a világlátásomat, ezért azt olvasom, amit úgyis kiszolgál engem. Annak hiszek, amit kényelmesebben, könnyebben tudok elfogadni. Tehát tulajdonképpen ez már a választáskor, a szelekciókor, a választáskor egy nagyon erős kitettség, amit nem is tudatosítunk. Ki vagyok téve annak, hogy azt olvasom szívesen, ami megerősíti a világlátásomat. Vannak olyanok, akik meg kifejezetten felháborodni akarnak. Tehát pont azért olvassák azt, amit olvasnak, és tetszik is neki, keresik ezeket az tartalmakat, mert mert olyan szépen elintézi a dolgot, tehát ad nekem muníciót ahhoz, hogy haragudjak az ellenségképre, ami ott gyártódva van. Tehát, tehát ez, is, ez, ez is erősíti a, a propaganda, illetve a fake news lehetőségeit a világunkban, hogy, hogy, hogy újabban a médiakutatás azt mondja, hogy a médiafogyasztásra az jellemző, hogy szelektív kitettség áldozatai vagyunk, tehát úgy választunk, hogy kényelmesebben hozzájussunk azokhoz a médiatartalmakhoz, amelyek megerősítik a világlátásunkat. Ez nem egy értelmiségi magatartás, de még az értelmiség is produkálja ezt a magatartást, mert emberek vagyunk, akiknek vannak ezek a tudatalatti késztetései. Úgyhogy a fake news az, 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 az hogy mondjam, tehát. A kritikai hozzáállás, hogyha nincsen meg, akkor azt tarolni fog. Illetve illetve az, az még egy nagyon nagy, hogy mondjam, nehézség, hogy, hogy ez egy iparág, ez gyártódik. Ez, van, aki, van, aki napi 8-10 órát azzal foglalkozik, hogy félrevezető tartalmakat hozzon létre. Tehát a hazugsággyárakban létrejönnek, azok az anyagok, amelyeket aztán szétszórnak a világban. És ezt nagy üzemben gyártják. Ezért kapják emberek a fizetésüket. Tehát, tehát, hogyha iparilag van termelve a félrevezető hír, akkor hogy védekezzen az átlagember ez ellen, mikor ugyanúgy ipari méretekben van a, a jó szándékú Hír is termelve, a másik oldalon csak éppen, csak éppen lehet, hogy a, a, a termelési feltételek sokkal rosszabbak. Kevesebb pénz van, kevesebb, kevésbé megszervezett az a munka, úgyhogy én, én, én egyáltalán nem vagyok derülátó, egyáltalán nem gondolom azt, hogy a, hogy, a, hogy, hogy pusztán azért, mert most beteszem egy, egy, egy ilyen egy ilyen ö, számítógépes ö, programba a, 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 az információt vagy a cikket, amelyik majd elmondja, hogy oké, okay, ez hiteles anyag, ugye vannak ezek a, vannak ezek a, a, a fake newsokat lecsekkoló le és leplező le, algoritmusok, hát azt is valaki programozta. Tehát az, 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 az is tulajdonképpen a média termék, vagy hogy mondjam, a média iparnak egy, egy, jól megalkotott, célszerű technológiai terméke vagy, vagy, vagy mozzanata. Van még egyébként egyáltalán jövője szerinted hosszabb távon a, a szó hagyományos értelmében vett, vagy a, hát a szó mai értelmében vett sajtónak, vagy, vagy ez el fog tűnni majd idővel? Ez egy nagyon fontos kérdés. Sokat foglalkozunk vele, de előbb mondok egy ilyen etikai ö, hozzáállást, hogy, hogy én nagyon szeretek híreket olvasni, nagyon szeretek ö, újságírókat ö, nézni, hogy beszélgetnek. Tehát én sajnálnám, hogyha, hogyha ez a szakma kivezne. Sajnálnám, hogyha, hogyha, hogyha mondjuk azok az újságírók, akik, akik, ö, akik úgy gondolják, hogy hogy etikai döntések mentén ezt a szakmát szeretnék tovább csinálni, egzisztenciálisan ellehetetlenülnének, vagy azt mondják, hogy ezt a taposó én már nem bírom, vagy nem tudom felvenni a harcot a fake news-zal, és kiábrándultam, elmegyek máshova. Tehát én ezt nagyon sajnálnám, de nem tudom, hogy ez hogy lesz, mint lesz. Azért akasztom meg egy pillanatra a gondolatmenetedet, mert arra is nagyon kíváncsi lennék, hogy te mit gondolsz arról, hogy hogy kikből lehet egyáltalán jó újságíró, milyen skillek, milyen képességek uh -huh. kellenek ehhez, milyen embert kíván meg ez a, ez a szakma, a te álláspontot, a te nézőpontod szerint. Uh -huh. Uh -huh. Ö, akkor erre válaszolok, és azt még, még azt Aztán nem Aztán Azt nem hogy, hogy, tehát azt már sokszor mondtam, hogy, 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 hogy ez egy etikai, egy etikai hozzáállást igényel. Tehát egy, egy olyan embert, aki, akinek Autonóm a személyisége. Tehát megvan a műveltsége. Tájékozódott a világban annyira, hogy, hogy tudjon különbséget tenni. Hogy képes legyen arra, hogy, hogy ítéletet hozzon, és döntsön arról, hogy mi az, ami igen, mi az, ami nem, mi az, ami tetszik, mi az, ami nem tetszik, mi az, amit már még vállalnék, mi az, amit még nem vállalnék? már nem vállalnék. Világlátott legyen abban az értelemben, hogy, hogy ne fogadja el rögtön a felkínált világmagyarázatot, hanem tudja ütköztetni. Tehát a nyelveket kell tudnia, kultúrák között kell tudni járnia, és hát ha külföldön tölt egy kis időt, vagy akár Magyarországon, különböző városokban él. Vagy ö, különböző életformákkal találkozik, nem csak egy riporter elejéig, hanem mondjuk belekóstól különböző életformákba végez különböző, hogy mondjam, tehát olyan munkákat is vállal, vagy olyan munká, az élete úgy alakul, hogy, hogy egy-két évig valami mást is csinál, ö, akkor meg lesz az a tapasztalata, hogy, hogy Bánni tud a dolgokkal. Ö, és és, és ö, ezek, ezek humanista értékek. Tehát, akinek van képesség arra, hogy döntsön, ízlésítéletet hozzon, az biztos, hogy emlékező képességgel van megáldva. Emlékezni meg biztos, hogy csak valamilyen kultúráltság alapján lehet, tehát biztos, hogy kellőképpen olvasott, tájékozó különböző területeken, és akkor egy közösség tagjaként tudja magát értelmezni, ez nagyon fontos, ez a census communis, tehát hogy ez egyszerre józan paraszti ész, meg az is, hogy, hogy képes vagyok egy közösség tagjaként gondolkodni a világról, tehát tudom, hogy különböző világértelmezések vannak, ezek határa, ezeknek határaik vannak, és én egy, és én vállalom, hogy egy bizonyos Közösség tagjaként szólalok meg a világról. Tehát tartozik valahova. De ez a valahova odatartozása, ez nem elvakult odatartozás, hanem tudja magát látni kívülről, és, és ö, ö, kell tehát tapintat és önirónia. Ö, tehát az, hogy képes legyek újra és újra a saját határaimmal szembesülni, és, ez, és ezeket a tapasztalataimat, visszavezetem a közösségembe, visszacsatolom a közösségembe. Ilyen hallgatókat kell képeznünk. És itt nem az a kérdés, hogy a hallgatók, mint hallgatóanyag, ez nagyon csúnya szó, hogy ők, hogy ők jók vagy nem jók, milyenek. Akár Ha három évig találkozunk az alapszakon, vagy még két évig a mesterszakon, kutya kötelességünk mindenkit, mindenkit megpróbálni rábírni arra, hogy, 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 hogy keresse ezt, a, ezt az autonóm személyiséget önmagába, hogy fejlessze ki ezt az autonóm személyiséget önmagába. És akkor most kanyarodjunk vissza De. a sajtó jövőjéhez. Tehát nagyon nagy kérdés az, hogy ugye professzionális újságírás. Egy egy médiavállalat, kötelékében, egy szerkesztőség kötelékében egy újságíró dolgozik profiként. Ehhez megvan a szaktudása. Ezt már a 2000-es évek végén, a 2010-es években meg mindenképpen, hogy mondjam, kihívta, tehát versenyhelyzetbe állította a civil újságírás. Ugye amatőr, ö, profi ö, szerkesztőségektől, intézményektől mentes információközvetítés. közvetítés. Ö, ennek különböző változatai. Ö, ami, ami, tehát ugye ez egy már egy másik, más, másik, másik hozzáállás ehhez a szakmához. Hogyha azt mondjuk, hogy persze van olyan, hogy, 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 hogy civil újságírás, független újságírás, résztvevő újságírás, szabad hozzáférési újságíró, tehát az a citizen journalism, ugye? Tehát ez a, hogyha van ez, akkor, akkor nem feltétlenül kell szembeállítanom a, a, profi újságíróval. Ebben mondjuk már egy, egy példát, csak azért, hogy a, a, hallgatóság jobban értse, hogy, hogy miről van szó a citizen journalism-ről. Uh -huh. Tehát, hogy ez, de ez már de ez pont rögtön nehéz. Ez Azért nagyon nehéz, mert, hogy, mert, mert 2010 körül ez egészen mást jelentett, ez azt jelentette, blog. hogy, hogy blogol egy olyan ember, akinek nincs újságírói ö, képesítése, viszont rész akar, részt akar venni a, az információk ö, szétosztásában, megosztásában és tartalom kedve van és akkor ő is tulajdonképpen hírgyártóvá válhat elő, és mondjuk nagyon gyakran ö, ö, ellenlábasa lesz a figyelemgazdaságban a profi újságírónak, vagy éppenséggel ő fog olyan hírt szolgáltatni, amit a profi újságíró átvesznek. De ma már a Citizen Journalism éppenséggel Magyarországon egyfajta professzionális újságírói magatartás, valamiféle politikai függetlenség, szembeállás hangsúlyozása. Ugye? Tehát ma, 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 ma simán citizen uh, journalismként tudja performálni magát egy olyan, egy olyan uh, újságíró csapat, aki azt mondja, hogy, hogy megpróbálok függetlenedni azoktól a politikai-gazdasági nyomásoktól, amelyek körbevesznek bennünket, de profi újságíró vagyok, tehát ezt szerintem egy ennyi, ennyiben így át, 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 tehát maga a szó, vagy maga a fogalom, azt másra kezdtük el ö, használni, ö, mert, mert, mert ez már professzionális újságíró. Mondja, tehát én például egy, egy elnyomott közösség hangjává fogok válni. Tehát egy olyan professzionális újságíró csapat vagyunk, amely megpróbál hangot adni, egy olyan érdekcsoportnak, egy olyan életformának, ami amúgy nem kapna hangot, mert teljesítő képessége határos. Ugye nincs elég pénze, nincsenek szócsövei, nem tudja megszervezni magát, és akkor én majd megszervezem ezt. Ugye? Tehát ez így ez átminősít egy picit. De, de, de van egy teljesen más tendencia is jelen gazdaságban, új szereplő jelent meg, nem blogger, hanem YouTube csatornát indít. Akár egy újságíró, aki egyrésztről újságíróként is dolgozik, másrésztről pedig felépíti magát egy akár az újságírás, újságírói tevékenységétől független, közéleti személyiségé, vagy, 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 vagy valamilyen érdek képviselőjévé, vagy éppenséggel saját maga érdekeinek a képviselőjévé. Tehát mondjuk egy újságíró elkezd, egy, 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 egy elkezd beszélgetéseket a YouTube csatornáján megosztani, és ezzel, hogyha ez két-három órás, ugye? akkor jelentős ö, időt veszel azoknak az életéből, akik amúgy éppen más újságírói tartalmakat fogyasztanának. Nem is biztos, hogy ő újságíró. Lehetséges, hogy egy, ö, egy, egy ö, kiábrándult ö, politikus. Vagy éppenséggel egy értelmiségi, aki belevág ebbe a feladatkörbe. V vagy lehetséges, hogy, ö, hogy szabadúszó ö, értelmiségi, aki már volt újságíró is, volt ez, volt az, volt amaz. Tehát a figyelem gazdaságban ő megjelenik úgy, hogy, hogy mondjuk egy YouTube csatornája van. Ö, vagy egy podcastja. És aztán a legújabb fejlemény, ami a hallgatóink szempontjából szerintem a legérdekesebb és egyben én veszélyesnek is látom ezt, de, de van, hogy nem közvetlenül a hírportált olvasom, de már nem is közvetlenül ezt a szabadúszó youtuber ö, tartalomgyártót ö, nézem, hallgatom, hanem azokat a youtubereket vagy podcastereket, akik összefoglalják. Hm. Mindazt, amit el kéne olvasnod, amit meg kellene hallgatnod. Kötelezők röviden. Igen. Tehát tulajdonképpen egy ilyen, egy ilyen előfogyasztó, vagy bocsánat, előszűrt, előszűrt anyagot gyors fogyasztásra kínál fel. Valaki, aki lehet, hogy sose volt újságíró, lehet, hogy volt, valaki, aki, lehet, hogy ő, lehet, hogy a hírtartalmak szerelmese, és most, 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 most belevág ebbe a lehetőségbe, és, 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 és felépíti magát, mint, 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 mint hírekről beszélő, közvetítő. De lehetséges az is, hogy, 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 hogy neki pontosan ez a figyelem a fontos. Hogy, hogy, hogy ő rá irányul azoknak a figyelme, akik, akik humoros formában, élvezhető formában, előszült formában akarnak hírtartalmat fogyasztani. A beszélgetés végén szeretném, hogy visszakanyarodnánk egy kicsit a, a tanszékhez. Hm? Az elmúlt években azt figyelhetjük meg, hogy, hogy számos külföldi nagyvállalat érkezett, illetve érkezik Debrecenbe, ezek elsősorban, de nem kizárólag német és kínai nagyvállalatok, lehet említeni a BMW, CETL, de még nagyon sok másikat is mondhatnánk. Felmerül a kérdés, hogy hogy azáltal, hogy ezek a külföldi nagyvállalatok jönnek be, és velük együtt egyébként nagyon sok külföldi és nem külföldi, de minden esetre új Debreceni is érkezik a, a városba hogy ez milyen feladatokat, milyen kihívásokat jelent, a és milyen lehetőségeket jelent, távolatokat jelent a kommunikáció tanszik számára? Uh -huh. Először azt mondom, hogy szerintem egy, egy, egy közösség számára, egy város számára ez mit jelent. Tehát bánni kell, bánni kell, integrálni kell azokat, bánni kell velük, akik jönnek. Tehát akárki is jön egy városba, hogyha tömegek jönnek, ők, őket valamilyen módon a városnak be kell fogadnia, és élhetővé kell tenni azt a teret. Na most lehet, hogy ez, ez, ez megvalósítható, lehet, hogy ez nagyon nagy nehézségekkel valósítható, és lehet, hogy nem valósítható meg, akkorák a kulturális különbségek. Tehát ez egy, ez egy, létező probléma, és néhány éven belül még súlyosabb problémává válik Magyarország sok városában, de ebben szemben biztos. Tehát a városba integrálni kell a különböző kultúrájú emberek csoportjait. Ez szakemberek, ez a hozzáértő szakemberek kellenek, és platformok kellenek. Tehát olyan emberek kellenek, akik nyelveket beszélnek, akik tudnak interkulturális viszonylatban kommunikálni, akik képesek kulturális sokkot kezelni, akik képesek arra, hogy ők maguk is ö, 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 integratív személyiségként valamilyen módon a városba költözőknek, de akár a városban élőknek a között közvetítsenek. Tehát közvetítsenek. És nagyon fontos, tehát nyelveket tudjanak, kommunikációs készségük meg legyen ehhez, meg legyen a megfelelő interkulturális műveltségük ehhez, de ez így önmagában kevés, mert hol történik ez meg? Hol történik ez meg? Tehát platformok kellenek. Ez lehetséges, hogy annál a megtörténik, biztosan megtörténik a cégnél, ahol dolgoznak ezek a betelepülő munkavállalók. Tehát nyilvánvalóan kell a cégeknél is szükség van olyan emberekre, akik a cég minden napjaiban képesek erre a kulturális integrációs kommunikációs szerepre. De természetesen a, a város mindennapi életében is szükséges ez, a, ez az integráció. Ö, tehát ahhoz platformok kellenek, rendezvények kellenek, kulturális kínálat kell, a kulturális kínálatot meg kell valahol valósítani, ö, és ennek persze mindig üzleti összefüggése is lesznek. Tehát, hogy hogy, hogy lehet oda, a már itt élőket és a épp betelepülőket egyszerre problémamentesen ö, meghívni, vagy ott, ott, ott szórakozást felajánlani. Ö, ez megint egy olyan elképesztő kihívás, amivel foglalkozni kell. Ö, és, és ennek az egésznek lesz ö, ö, a mindennapi újságírásban vetülete, mert, 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 nyilvánvalóan lesznek fejlemények, amelyekről be kell számolni, lesznek nyilvánvalóan az együttél, emberek együttéléséből adódóan lesznek súllódások, amelyekről be kell számolni, nyilvánvalóan lesznek konfliktusok, amelyeket, amelyekről tudósítani kell. Tehát, tehát, tehát ebbe az irányba is, ö, 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 hogy mondjam, ö, tehát úgy kell a hallgatóinkat képezni, hogy, hogy érzékenyek legyenek, képesek legyenek kulturális konfliktusokról is írni, érthetően, elfogultságok nélkül, és érdekekre figyelve. Főképpen pedig a közérdekre figyelve, de mi lesz ez a közérdek? Mi is itt a közérdek? Tehát mindjárt van az egésznek, van az egésznek gazdasági, politikai vetülete is. Tehát a ráadásul akkor ebben az egészben a, 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 kommunikációs média szakos hallgatónak, aki szeretne újságíróként majd ténykedni, vagy egy vállalati kommunikátorként ténykedni, vagy akár politikai, mit tudom én, politikus mellett szóvívőként ténkedni. Egy, egy, teljesen új terület nyílik. Na most, ha én ezt itt most el tudtam mondani, nem olyan ügyesen, de próbálom összeszedegetni, mert új a terület, akkor nyilvánvalóan én már készülök arra, hogy a hallgatóinkat be kell vezetni ebbe a problémakörbe. Tehát az a válaszom, hogy, hogy igen, fel lehet fogni úgy is a, Kommunikációs média tudomány szakot Debrecenben, hogy itt a figyelmét felhívjuk a hallgatóinkra, és a arra, és a killeiket megpróbáljuk képezni abba az irányba, hogy bánni tudjanak azzal a helyzettel, hogy Debrecen egy ö, sokféle kultúrát tömörítő nagyváros. Már most is lesz még inkább. Köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt bő egy órában a Debreceni Egyetem kommunikációs és médiatudományi tanszékének a tanszékvezetőjével beszélgettem. Ezt a podcastot a Debreceni stábja készíti. Amennyiben szeretnének még több ilyen adást hallgatni, kérjük fizessenek elő online újságunkra a debrecenel.hu címen. Köszönjük, hogy minket hallgattak, illetve néztek a viszont látásra, viszont halásra. Szervusz. Köszönöm szépen, szervusz.